Ezektől a gyerköcsöktől ma még nem lehet tudni, hogy néhány esztendő múlva nekik szurkolnak-e bátaszéken valamelyik úszóversenyen. De egyelőre nem is ez volt a cél. A város óvodájában a pedagógiai program szerves része a vízhez szoktatás és a vízbiztonság megszereztetése. Erre a folyamatra épülve szerveztek a kicsiknek tábort, ahol a legfontosabb cél, hogy az apróságok stabilan elengedhetőek legyenek a medencék környékén. A sajátomról tudok beszélni igazából, aki totál víziszonnyal kezdte meg ezt az egész úszást, és azért is hoztuk el, hogy hát ne legyenek ilyen érzései, és az első fél év az borzasztó volt, az nagyon kemény volt, mert hát ő neki mindenhova bement a víz, ahova nem kellett volna. Aztán egy év után már úgy jött ki a medencéből, hogy hát majdhogy nem biztosan úszott. Úgyhogy én nagyon-nagyon... Tehát köszönettel tartozok a lányoknak ezért, mert igazából ezt ők érték el az én gyerekemmel. Itt az anyukákkal egész jól így összeépültünk egy kis csapattá, és többektől hallottam ezt, hogy úgy jöttek el, hogy nem voltak vízbiztosak, féltek a gyerekek, de most már így, mi most már a második évet tapossuk, úgyhogy most már én a gyerekemet teljes mértékben elmerem engedni a vízbe. Nem féltem. Két éve jár a lányokhoz rendszeresen úszni hetente szombatonként, és nagyon sokat fejlődött. Most viszont a táboron ez a napi rendszerességgel való úszás úgy gondolom, hogy neki is nagyon sokat segített abban, hogy biztosabban tudjon úszni, meg hát több úszásnemet is most így el tudott sajátítani. Mindenféleképpen tudjon úszni, és természetesen biztosan tudjon úszni, mert az életben bárhol adódhat olyan szituáció, nem csak egy strandolás alkalmával, hogy a gyerekkel bármi történik, akkor ő onnét biztosan ki tudjon jönni és tudjon úszni. A környezetünkben nagyon sokan vannak, akik versenyszerűen úsznak, és ez tetszik is a gyerkőcnek. Úgy gondolom, most kell elkapni ezt a fonalat, hogy ameddig lelkesen jár úszni, és hogyha igen, úgy sikerül neki és jól tud úszni, akkor természetesen támogatjuk abban, hogy ő versenyszerűen is űzze ezt a sportot. A lányok, akikről az előbb szó esett, Mezei Réka és Berdán Anett, minden szakmai tapasztalatukat latba véve dolgozták a picikkel, akik láthatóan nagyon élvezték, hogy bemutathatják tudásukat szüleiknek. Ők egyébként, márhogy a lányok nem titkolják, figyelik azokat is, akik a BSE úszó utánpótlását szolgálhatják majd. Az utánpótlás kinevelése volt a cél, hogy Nagy Ákoshoz tovább jussanak a kicsik, és megkeressük azokat, akik leginkább tehetségesek az úszásra, de természetesen ott volt az is, hogy minden gyerek tanuljon meg úszni, egy vízbiztonsága legyen, és ugye 3 éves kortól hozzánk lehet hozni a gyerekeket, egy ilyen vízhezszoktatás a kezdetektől, utána pedig már ugye az úszásnak a technikáit, annak az elsajátítása a cél. Tulajdonképpen én azt mondom, hogy nincs korán 3 évesen, mert megtanulják a lemerülést, a vízhez hozzászoknak. Budapesten én oktatok, és ott 4 éves kor alatt nem foglalkoznak a gyerekekkel, mert hogy nincs olyan mozgáskoordinációjuk. De mi úgy gondoljuk, hogy van egy kis csoportunk, ahol csak ez a vízhez szoktatás megy, és sokkal könnyebben tudunk utána velük foglalkozni már, amikor jön a lábtempó, a kartempó, amikor már bele kell rakni a fejet a vízbe, sokkal ügyesebbek. Már 4 éve kezdődött ez a tábor, kezdetben úszótanfolyamként hirdettük meg, minden nap 1 órát úsztak a gyerekek, és azon kívül más program sajnos nem volt. A szülők is jelezték, hogy igény lenne egy napközis jellegű táborra, és idén úgy döntöttünk, hogy akkor napközis jelleggel szervezzük meg a tábort. Úgyhogy a hét úgy zajlott, 5 napból állt a tábor, a mai szombati nap egy bemutató úszás a szülőknek, a többi napon minden délelőtt úszással kezdtük a napot, és délután különböző programok voltak, játszóházba mentünk, lovardát látogattunk, kézműves játékokat játszottunk, és különböző sportjátékok töltötték ki a napokat. Most, akiknek ezt a tábort idén hirdettük, őnekik már volt egy alapúszás tudásuk, és idén a célunk az volt, hogy ezt mélyítsük, kicsit finomítsuk, a technikára mentünk inkább rá. Több eszközös feladat volt inkább. Az idei táborban 15 csebete élvezte a mozgás örömét. A szülők persze izgalommal és nem kis meghatódottsággal lesték, ahol porontjaik siklottak a vízben. És minden bizonnyal mindannyiukban megfogant a gondolat, hogy ennél jobbat nem is tehettek volna értük.